Hivatalos megállapodással erősítette meg együttműködését Budapest második kerületének önkormányzata és a kolozsvári magyar közösséget képviselő néhány szervezet, név szerint a Vallásszabadság háza, a Szapiencia Emte Kolozsvári Kara, a Kincses Kolozsvár Egyesület, illetve a Romániai Magyar Könyves C. Az illetékesek erről ma számoltak be a kolozsvári Magyar Napok keretében tartott sajtótájékoztatójukon. 10 évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolat Budapest második kerülete és Kolozsvár között. 2015-ben már nem csak papíron létezett, idén pedig már hivatalos formát is öltött. Júniusban a kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgáló partnerkapcsolati megállapodást írt alá Budapest második kerületének polgármestere, magyar szervezetek és intézmények képviselőivel Budapesten. A kolozsvári magyar napokon szintén részt vesz a fővárosi kerület, a részletekről a sajtótájékoztatón számoltak be. Én azt gondolom, nagyon érdekes, érdeklődésre számot tartó programokat hoztunk ide, és mi pedig a második kerületben nagyon örömmel vesszük azt, hogy az összes olyan nagy fesztiválunkon, kultúrás eseményünkön kolozsvári társadalmat, kolozsvári előadókat meghívunk, és ott be tudják mutatni a művészetüket. Én hiszek abban nagyon, hogy a kultúra és a művészet egy olyan kapocs, ami mindig is megvolt, és amit érdemes erősíteni, mert nagyon gyorsan megtaláljuk a közös hangot. Kulturális értelemben már nagyon sok szálon összefűződött a kolozsvári magyar közösség a második kerület kulturális intézményeivel, mondja Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Az ünnepi könyvhéttől kezdve a Magyar Kultúra napjáig, vagy a Szapiencia Tudományegyetem különböző programjaitól a kolozsvári magyar napokig számos olyan értéket cseréltek és fogadtak be kölcsönösen, amely gazdagította a helyi kulturális életet, illetve a második kerületét. Ezt szeretnénk folytatni, és gyakorlatilag ezzel a júniusi aláírással ezt szerettük volna megpecsételni, nagy esküt letenni, hogy ez így fog tovább menni, és gazdagodni fog. Számos területet azonosítottunk be, ahol ez gazdagítható, és én nagyon bízom benne, hogy sokan fognak még csatlakozni ehhez amúgy atipikus együttműködéshez. Gergely Balázs azt mondja, egy olyan utat járnak, amely gyakorlatilag ismeretlen, és amelyet senki sem taposott ki előttük, de abban bízik, hogy sokan fognak még csatlakozni az egyébként atipikus együttműködéshez.